Ez a videó nem egy speedrun, nem kihívás teljesítése, de nem is casual play. Csak egy átlagos fickó vagyok, aki szereti minél könnyebben teljesíteni a játékokat, úgyhogy amit én itt csinálok, arra mindenki képes. A videóban vázolt stratégiákat akkor tudod a leghatékonyabban használni, ha már játszottál a játékkal. Ha mégsem, remélem a segítségemben nem fogsz vele szenvedni. Ha tudtam segíteni, dobj egy kommentet. Simán sikerülnie kell annak, amit tervezek, jó? Tehát, mert én kemény vagyok. Bazd meg. Üdvözlet mindenkinek, sziasztok, jó estét kívánok! Na, elérkezett az a pillanat is most, hogy végre kedves Kriszünkkel, ugye letoltunk mindent az égvilágon, most egy kicsikét gillezünk, mert miért ne gilleznénk. Ez továbbra sem én vagyok, nagyon-nagyon gyorsan kapcsolja a demót, szóval én nem is nagyon tökölök. Nekifutok, mert ugye nyilván ti is kíváncsiak vagytok, hogy miben más. Igazából alapvetően a történetben olyan túl sok változtatás egyébként nincsen benne, szóval itt nincsen ilyen AB küldetés, tehát véletlenül se gondoljátok azt. Bocsánat, elnézést. Szóval, azért nem töltök be új gémet, egyébként hardon szerettem volna ezt nektek megmutatni, csak az a baj, hogy akkor bedobja nekem a bónusz fegyvereket, és az nem egy fasz a dolog, szóval igazából indítok egy new gémet, csak a szokáshoz, szóval ismét normál módban toljuk, majd ha esetleg szeretnétek kicsikét durvábbat, akkor úgyis beszélünk majd róla. Nyilván szeretnék mindent unlockolni szépen lassan, igen, subtitles on, természetesen, valamint, like climbing a mountain, ez a normál mód, és most, hogy ez megtörtént, remélem, hogy így nem töltöttem be, így nem fog megjelenni. Most tolunk egy gillet, ami kicsikét gyűrtolni jó. Na, toljuk neki, hajrá! Nézzük! Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. Have you found it yet? No. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Come on!
Where's he going? Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Dining room. Na most éppen ebben a végig egyszerűen szeretnék nektek olyan átvezetőket, egyebeket mutatni, ami nem volt Chrisnél. Szóval én most fogom magam és fordulok egyet. Vagy egy alternatív megoldás erre a problémára, hogy az első zombival találkozzunk. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Jill. Sure thing, Wesker. És akkor még egyszer kapunk egy Barryset is. Got cold feet already? That's not like you. Szóval le vagyunk cseszve, hogy gyávák vagyunk már rögtön az elején. Nem baj. Igazából valamiért ezt a verziót jobban szeretem. Szóval most oda menjünk Barryhez. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Most kéne körülnézni, de én nem ezt fogom tenni, ugye, ha nem megyek szépen visszafele. Mondom, megyek visszafele. Who is it? You! Freeze! Get away from him, Jill! He's insane! What the hell? We better report this to Wesker. Na. Egyébként a következő az nagyon nagy poén, de majd mindjárt meglátjátok. Hallgatózzatok. Nem csak, hogy a legerősebb zombi az egész Resident Evil univerzumon, hogy két a magnum után föl kell, de becsukja maga után kulturáltan az ajtót. Ez azért nem semmi tőle, köszi. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Kutatás az igazából kb... hülye vagyok, fordítva vagyok. A kutatás az kb nálam annyiban kimerül, hogy fogom magamat és így... Édesanyám nem látok, na. Szóval fogom magam, felszlájdolok szépen itt a lépcsőn, aztán visszaszlájdolok, ennyi, jó? Tehát nem visszük túlzásba. Elég ez nekünk. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again.
Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Na kérem szépen, csak megtanuljuk, hogy mi az Isten van itt. The Master of Unlocking. Természetesen ő a Master of Unlocking. Kicsit más útvonalat fogok bejárni egyébként, mint Chris-szel. Ha esetleg nem néztétek meg azt korábban, akkor tegyétek meg, jó? Tehát ott egy kicsit kellemetlenebb volt az egész, sokkal több dolgom volt, jó? Tehát Jill-nek azért egyszerűbb, könnyebben megharapják, vagy bocsánat, nagyobbat fog sebződni, hogyha megharapják, de ez engem pontosan azért nem érdekel, mert a lehető legtöbb dolgot az elkerülöm, ami esetleg ilyen harapásokhoz vezetne, szóval, ja, ez az egyik. A másik az, hogy Chris-szel ellentétben neki 8 darab szlotja van a dolgokhoz. Ez egy totálisan tök jó szám, nagyon szimpatikus. A harmadik és szerintem az egyik legfontosabb dolog egyébként az az, hogy neki segítenek, jó? Tehát Rebecca sem egy rossz karakter önmagában, tehát azért nincsen semmi problémám, hogy ő van. Viszont, hogyha valaki esetleg emlékszik az eredeti első részre, Origire, akkor az nagyon jól tudja, hogy itt bizony Barry bátyó az nagyon-nagyon vastagon kiveszi a részét abból, hogy Jill azt túlélje. Jó? Tehát nem minden alkalommal van rá lehetőség, de alapvetően egyébként igen, hogy olyan Barry-s animációkat hozzunk be, ami nekünk segít. Most megpróbálok egy ilyet, hát ha bejön. Adjál békén. Azaz, köszi. Most ezt most elcsesztem, mert ez viszont most így mindenképpen ide fog jönni. Nem baj, mert még jó vagyok. Igazából nem kell a legtöbb dolgot lelevöldözni ebben még mindig, szóval ilyen szempontból teljes mértékben jó vagyok. Jobb lett volna fölvenni még azt a pisztolyt. Jobb lett volna még fölvenni azt a pisztolyt, na nem baj. Hoppá! Elfelejtettem, bocsánat. Bocsika, oké. Okay. Most nem tudom, hogy merről fog jönni. Ott mutatja, erre fele jön. Mert hülye. Jó. Az azt jelenti, hogy nekem ott gyakorlatilag most így. Oké. Okay. Szabad préda, hogy akkor most lelökjem azt az utcát, ez pozitív. Legalább akkor most ezen túl vagyok, jó? Igazából ott szúrtam el, hogy előbb kellett volna nekem a... Mi az Isten, megfognom? Előbb kellett volna megfognom a lőszert, és csak utána a nyilat. Na mindegy, igazából ezt a zombit akkor lehet kikerülni, hogyha sarkon van, szóval... Innentől kezdve mindenképpen vesztettem igazából egy kis adag töltény, de nem olyan vészes, mert még mindig van nálam. Ez szerintem elég lesz, jó? Hogyha esetleg szeretik a több pisztolylőszert, akkor mindenképpen vegyétek azt föl, oké? Nehogy elfelejtsétek. És most pedig, hogy van nekünk egy... Nem tudok megközlekedni, bakker, szóval most, hogy van nekünk egy ilyen nagyon jó kis... Nyílunk, ugye? Nyílhegyünk. Most akkor szokásos módon ugye jövünk errefele. Ezt nem felejtjük el. Most én nem akarok próbálkozni mindenféle ilyen speedrun módszerrel, én megtisztítom magam előtt az utat, jó? Ők nem fognak soha az életben visszajönni, ha egyszer meghaltak. Jó, tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy ha egyszer ők megmurdeltek, az tök jó, mert onnantól kezdve ők nem fognak visszajönni ever. Márpedig ki kell pucolnunk. És még mindig azt itt. Á! Csávokám az egyébként általában hajlamos arra, hogy szétdurranjon a feje, most valamiért nem sikerült neki, pedig ő pont az a szaftosabb fajta, szóval... Na mindegy, ez van. Azaz. Most pedig akkor szerzünk magunknak hány darab kulcsot, ugye? Igen, tehát van ott egy ilyen nyílhegynyi cucc. És vizsgálódunk. Meséljetek, hogy vagytok, jó? Tehát aki itt volt eddig, az tudja, hogy nagyjából mi fog következni. Hogy tetszett? Ha minden igaz, akkor most szerda van, ami azt jelenti, hogy tegnapi nap folyamán ment le Chrisnek a vége.
Valami hasonló fog itt is történni egyébként kisebb változtatásokkal, szóval azoknak olyan túl nagy meglepetés nem lesz, de azért mégis Jill az egy kicsikét más. Egy nagyon kicsit más. Főleg abban egyébként, hogyha bizonyos helyekre nem mentek, akkor sokkal több Barry találkozást fogunk tudni összehozni. Ez egy tök pozitív dolog szerintem. Természetesen kiveszem a kulcsot, köszike. Azaz. Na, illetve az előzőekhez képest annyit változtattam, hogy nem fogok mindenhova bemenni, ahova előtte. Chris-szel ellentétben Jill-nek van lockpickje, tehát nagyon sok helyre be fog tudni jutni kis kulcs nélkül, ez az egyik. A másik, hogy ahol mondjuk fontos a tárgyak volt a Chrisnek, ott Jill-nek csak apróságok vannak. Illetve van olyan tárgy, ami mondjuk fontosnak tűnhet, de igazából annyira nem fontos, ezeket majd szépen és lassan el fogom mondani minden egyes alkalommal, jó? Tehát most úgy nézünk ki, hogy ja, van egy ilyen kulcsom, most pedig akkor bejövök ide. Most nem fogok bemenni abba azon a kis ajtón, tehát hogyha valaki szeretne, akkor van lehetőség oda bemenni, van ott egy darab, mi az Isten? Jusson már szembe. Van ott egy darab ilyen kés törúgy, amivel meg tudjuk védeni magunkat. Én azért nem látom sok értelmét, mert ugye meg fogjuk haraptatni magunkat. Föl lehet venni egyébként, de alapvetően nincs rá szükség. Tehát a legutóbbi alkalommal is többen zártam, mint amennyire szükségem volt. Be lehet menni érte. Illetve, hogyha esetleg később szeretnétek menni oda, mert szükségetek van rá, akkor sincsen semmi probléma, ugyanis ha oda bementek, akkor amikor mondjuk van már egy nagyobb fegyver nálatok, akkor sokkal több értelme van neki. Itt is van egyébként egy pisztoly lőszer, csak így jelzem. De Jill-nél ez nem okoz problémát, jó? Ami még egy komoly változás, hogy még ugye Chrisnek az összes fegyvere az úgy nézett ki, hogy volt neki ugye pisztolya, magnómia, shotgunja, meg ugye össze tudott szedni egy erősebb shotgunt, addig ugyanezek megvannak egyébként Jill-nél, viszont mellette pedig ugye bónuszban még, szevasz kutya, tehát mellette bónuszban még van neki egy gránátvetője különböző lőszer típusokkal, ami szerintem egy tök pozitív dolog. Most igazából azért csipegetek, mert van rá lehetőségem. Nem akartam. És most gondolkodom rajta, hogyha én azt föl fogom venni, akkor... Ja, ezt most egy kicsit elszúrtam, de nem baj, legalább élettöltünk, az lesz, jó? Nem kellett volna fölvennem még egy darab vizét. Nem kellett volna fölvennem még egy darab lőszert, de mindegy. Ez van most már. A helyzet az, hogy ugyanis nekem szükségem van itt több dologra is. Az egyik az zsák. Illetve most fogom hamarosan megszerezni majd a shotgunt, amihez szintén szükségem van rá, jó? Tehát kicsit akkor változtatok a taktikákon. Nem baj. Ez legyen a legnagyobb problémánk. Ide pedig szintén érdemes bejönni, hogy a Chris-szel is volt egy érdekes kis helyzet itt. Itt is lesz. Az a nagy különbség, egy kicsikét máshogy játszódik, de majd mindjárt meglátjátok, hogy mennyivel könnyebb Jill-nek, de tényleg. Igen, leengedjük. Tündérhapci kijött. Na, szóval igazából itt csak egy tört fogunk találni, ami annyira nem egy nagy hakni. Viszont... Ja. Most ezen gondolkodom, hogy szerintem most egyel többször fogok majd itt menni, vagy... Tudjátok mit? Én szúrtam el. Ez van. Pisztolyból kilövök 11 darabot, aztán ennyi. 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11. Jó, tehát még mindig nem olyan rossz a helyzet. Szépen csinálunk magunknak helyet, de van élettöltőnk, jó? Ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Továbbra is azokat is föl fogom venni egyébként, amire az égvilágon semmi szükségem nincsen, szóval ezen ne lepődjetek meg. Remélhetőleg élettöltőre nem lesz szüksége, majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül faszán az egész. Nem tervezek no damage-et, de legutóbb is közel álltam hozzá, úgyhogy hibáimat igyekszem kiküszöbölni. Na, és ezért kellett nekem még egy hely, mert hogy ugye van itt egy ilyen cucc, ami shotgun, és az a baj, hogyha ugye ezt hard módban indítom, akkor valamiért automatikusan a bónusz fegyvert az be fogja dobni oda, tehát kevesebb lesz az inventorim. Ez az egyetlen oka egyébként, hogy nem ezt csináltam. Semmi más. Amúgy alapvetően ugyanezekkel a taktikákkal hardon is lehet tolni. Láva, a plafon, nagyon könnyű dolgunk van, igazából megnézzük az ajtót, zárva van, megnézzük a másikat, zárva lesz. Mondom én, úristen, mi lesz itt? Oh God, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry? Get me out of here, the door's jammed! Stand back! Grab my hand! Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Nagyon jó fej. Na, az a helyzet, hogyha elszédelgünk máshol, akkor sajnálatos módon ebből a jelenetből kimaradunk. Jó, tehát semmiképpen se kövessétek azt a shotgun megszerzős részt, amit Chris-szel csináltam. Nem kell menni arra a szakaszra. Teljes mértékben jók vagyunk itt. Na most a következőt kell tudni, hogy az első darab lövés, amit ejtetek, a játék legelső shotgun lövése, az mindig szétrobbantja a fejét a zombinak, jó? Mindegy, ha melyiket csináljatok, mindig szétrobbantja. Na most itt igazából teljes mértékben tök mindegy, hogy melyiket fogom szétrobbantani, úgyis ki fogom nyírni mindegyiket, jó? Tehát az előző alkalom is megtisztítottam magamnak itt a terepet annyira, hogy ne kelljen aggódnom semmi miatt. Szóval Jill fut, Jill fölnéz, hapci, azaz. Azután pedig, ugye van nekem pisztolyom, remélhetőleg izém is marad. Még lőszerem is hozzá, hogy mindenkit kinyírjak. Szevasz, öreg! Oké, és úgy látszik, hogy marad. Próbálom egy helyre lőni őket, de... Meghót? Meghót, oké. Na most fog kiderülni az egyébként, hogy mennyire sikerült egy helyre lőnöm őket, ugyanis föl lehet gyújtani egyébként több zombit is egyszer, ami egy rohadtul jó tulajdonságuk egyébként, hogy rendkívül égnek, mint az ág. Szóval én most akkor megszabadulok attól, amire nincsen szükségem. Nem akartam levelet olvasni, de mindegy. Ugye itt van az instrukció, hogy hogyan lehet megszabadulni a zombályoktól. Na most nekem nem kell a pisztoly ever, nem kell a kés. Nem kell ez sem, meg nem kell ez sem. A zsák az marad, a shotgunt azt újra töltöm, aztán akkor viszem magammal szépen. Úgy, né, köszönöm szépen. Ő nem kell. Őt elviszem magammal. Egy apró kis kitérőt fogok tenni. Gyerünk már. Újra töltjük, köszönöm szépen. Most fogok egy apró kis kitérőt tenni igazából. Ugyanis nincs mivel meggyújtani őket, tehát tök jó, hogy égnek, csak nincs mivel meggyújtani. De ez annyira nem okoz problémát nekem, hogy az félelmetes. Szóval akkor itten B fele. És most ugyanaz, mint ami az előzőnél is volt, egy ilyen nagy jobbos ívvel szépen kikerüljük ezt a rohadékot, hogy
ne akarjon minket megenni. Falhoz tapadván, ennyi, jó? Ennyi, ennyi, semmi extra. Tényleg, ezt az egy évet követitek, akkor nem lesz vele probléma. Na most itt nekem kettő dolog, ami fontos rendkívül. Az egyik az itt van. Mondom, itt van. Fucking sheep, oké. A másik pedig... Itt van, mondom, itt van az asztalon. Öngyújtó. Erre szükségem van ugye gyújtogatni. Igazából kettő helyen fogom összességében használni. Az egyik az itt van, hogy ezektől megszabaduljak, mert ezen a folyosón többször is végig fogok menni. A másik pedig egy... Á, francba. Két külön helyen vannak. Rohadt életben, mindegy. Azt hittem, hogy legalább egymásra estek. De nem. Nem. Nem, kicsit följebb kell mennem, oké. Hol vagy? Próbálok ráállni a csávóra, de nem sok sikerrel. Édesanyám, ez komoly? Vagy őt nem égettem el? Valamelyik biztos, hogy nem lángolt, szóval innentől kezdve ez egy kérdés, hogy hogy sikerült ez. Rohadtul nem szeretnék itt egy Crimson Headet. Na most a kérdés az, hogy mind a kettőt sikerült-e egyszerre elégetnem, vagy sem. És ugye a kamera nézet miatt ugye nem is látom, szóval elnézést, hogyha itt szórakozok. Not necessary to use it now. Pedig csak az egyik éget, szóval biztos, hogy a másikat is kell. Én legalábbis úgy láttam, hogy nem volt annyira nagy tűz, mint gondoltam. Hogy ezt itt öltem meg? Vagy lejjebb öltem meg? Hol öltem meg? Nem, ott öltem meg pedig. Akkor, bocsánat, ez egy ilyen apró kis baki, hogy fingom nincs egyébként, hogy most akkor jól csináltam-e, vagy sem. Elvileg nem kéne, hogy kiégjenek, szóval, vagy na, ki kéne, hogy égjenek, ha jól emlékszem. És itt van a, nem ezt akartam, itt van a csávó. Próbálom fölgyújtani, csak nem találom hol. Nem. Én még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy valóban sikerült egyszerre mind a kettőt, de kétlem. Nem hiszem el. Ott van neki a lába, szóval valahol erre felett, talán. Jó, tudjátok mit? Letoljom, lesz belőle, ami lesz. Bocsánat, még egy helyen megpróbálkozom, elvileg ide dőlt a lépcsőre valahova, szóval hogyha itt sem, akkor nem tudom. Nem. Jó. Remélhetőleg ezek elégtek egyszerre, nagyon-nagyon remélem. És ugye továbbra is egy ilyen apróságot csinálok, ami ugye gyakorlatilag egy ilyen lépcsőn szlájdolás. Egyetlen oka van, gyorsabban közlekedik, nagyjából egy ilyen másfélszer gyorsabb, ami azt jelenti, hogy ki tudok kerülni egy csomó mindent, amit amúgy nem. Jó, oké, és akkor jelenleg jók vagyunk. Az öngyújtót azt még magamnál tartom, csak a biztonság kedvéért. Mert miért ne? Ja, oké. Megyünk tovább, és... Most gondolkodom, hogy az öngyújtóra mikor lesz nekem szükségem. Ja, inkább jobb, hogyha most nálam van. Ővele már nem kell foglalkozni, szóval csak ővele. Ezt nagyon benéztem majdnem, de ez kurva nagy mázni volt, gyerekek. Nem tudom miért, egyébként most valamiért így nem nagyon működik a kezem hozzá. Arrohadt életbe. Valamiért nem nagyon működik a kezem hozzá, szóval elnézést, hogyha egy kicsikét bénázgatok itten. Nem terveztem. Barry. Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Barry az egy igazi bari, jó? Nagyon szeretjük. Szóval most pedig nekem a következő feladatom lesz, hogy
Itt, ami van, ugye ez a zombi, az továbbra is bal oldalon van, mert ugye nem mentem sehova máshova, szóval én fogom magam is elmegyek erre. Ezzel kikerülvén a fiatal embert, és használva a kulcsot itt. Megyünk a kutyusokhoz, jó? Megyünk a kutyusokhoz. Menet közben találtam egy hatékonyabb módszert egyébként, mint amit az előző alkalommal csináltam, és az határozottan működik még a többi fokozaton is, szóval én javaslom, hogy inkább ezt próbáljátok. Egészen jó. Szóval először is idejövünk, éppen a sarokra, itt megállunk a korlát mögött, tolunk egy sípot, erről van szó. Na gyere te pénisz. Csak működjön, működjön, ne harapja meg a seggem. Gyorsan. Futás, bazza! Egyáltalán nem ezt terveztem. De nem baj. Három lövés az még mindig jobb, mint a anyádat azt! Ezt most elcsesztem, nem baj. Ennek nem kellett volna jönnie egyébként, az a baj. Általában kettő érkezik, és egyik sem ez. Nem jött be? Nem baj. Na most ugye én itt hagytam túlélőket, szóval... Sietnem kell, mondom, sietnem kell, elnézést. Ugyebár, ez a kutyus, ez annyira nem volt egy fasz a dolog, de ez van. Ja. Igazából... Ez egy szeméthúzás a játék részéről, hogy néha bedob ilyeneket. Egyetlen egy dolgot kellett volna csinálnia, ott maradnia, mint hogy az előző összes alkalommal ott maradt. Esküszöm, hogy minden felvételem el van átkozva, gyerekek, jó? Tehát én ezt a részét nem értem, hogy amikor sikerül megcsinálni, tököm tudja hány alkalommal, ugyanazt, mindig, gyönyörűen, hatékonyan, és egyszer csak jön egy ilyen meglepetés, tehát annak a kutyának nem kellett volna, hogy ott legyen. Egyáltalán nem kell, jönnie se kellett volna, jó? Tehát általában az első meghal, és ennyi. Összeszedem a cuccát, a másik az még a sarkon várja, hogy hozza valaki neki a fagyit. Nem jött be, ez van. De mindegy, a lényeg, hogy továbbra is egyébként még fine-ban vagyok, szóval nem kellett gyógyítgatnom. Azaz. És akkor most, hogy megvan a másik kulcsom is, szépen kijövök itt. És ja, gondolkodom, hogy merre fele vagyok. Csak annyira viszket az orra, nem tudom, hogy miért a minden. És most egyetlen egy irányba tudunk menni, ugye azt a zöldet azt hagyom egyelőre, most összegyűjtettem egy párat. Meg lesz is még később, szóval ezzel nem kell foglalkozni annyira intenzíven. És akkor most pedig ugye lefele. Gyakorlatilag jövök vissza ugyanarra, merről jöttem. Különbség az, hogy most nem megyek a konyhába, teljes mértékben fölösleges. Amíg Chrisnél ott volt egy old key, amit ugye tudott használni ugye ajtó kinyitásra, Jillnél nincsen semmi az égvilágon, jó? Tehát semmi értelme nincsen. Később majd úgyis fogok arra fele menni, hogy az egyetlen elérhető izét... mi a francot? Az egyetlen elérhető... Jusson már eszembe. Önvédelmi cuccot azt megkeresem magamnak, de ennyi. Ennyi. Jó? Ennyi. Szóval, most, hogy megvan ez a kulcsom, ezt most használnom kell. Először is. Ki vagyok tömve, mint a kötelező volna, szóval ezt most igyekszünk jól megcsinálni. Gyerünk. Először is jövök ide. Ugye Chriszel semmi más nem csináltam, csak fölvettem egy darab késecskét. Itt egy kicsit több minden lesz. Kivéve, hogy elbénázom. Szóval, továbbra sem tudok egyébként annyira jól manőverezni, szóval ez ne lepjen meg senkit az égvilágon, hogy ez így nem jött össze. Egy kés. Itt viszont most tovább megyek, és megtalálunk egy hullát.